Meleg is van. Sziasztok! Ebben a videóban a bőröv készítésről lesz szó. Kezdjük is el! Amit előbb láthattatok övet, azt fogom elkészíteni ebből a már előre kivágott bőrcsíkból. Ez már nagyjából be van törve. Mert amúgy így néz ki. Ilyen kemény. De miért is készítek bőrövet? Igazából fél éve körülbelül, hogy készítettem ki itthon egy egész nyers marhabőrt, körülbelül 40 kilósat, és abból készítettem egy lamellás bőr bértet, ami nagyjából el is készült, de magából a bőrből vágtam ilyen bőrcsíkokat, hogy majd valamikor készítek belőle övet is, aminek most jött el az ideje. Akit esetleg érdekel a bőrkikészítés, otthoni körülmények között, annak szívesen leírom, de mivel most az övkészítésről van szó, ezért folytatjuk azzal. Tehát amire szükségetek van, az egy bőrszíj, amit lehet venni akár bőrdíszművesboltba, ilyen natur vajszínűt, hogy lehet rendelni pár ezer forintért, vagy már az otthon meglévő műbőrt vagy bőrövet lehet tovább fejleszteni, díszíteni, amit most én is fogok. Következő, amire szükségünk lenne, az egy övcsat. Mivel a jelenlegi helyzet miatt teljesen zárva van a bolt, ahol tudnék venni övcsatot, ami a legegyszerűbb lenne, ezért tudnék még rendelni, de az körülbelül két hét mire megérkezik, ezért kimegyek a műhelybe és megpróbálok csinálni egyet. Egy fém darabból fogom elkészíteni, ami igazából nem tudom, hogy mi volt, de egy százas szeg is teljesen megfelelő szerintem egy közönséges övcsat elkészítéséhez. Mivel egyedileg csinálom, ezért tudom pont az öv szélességéhez méretre vágni, és úgy is hajlítani, hogy ne is legyen kicsi, és ne is lötyögő jön rajta. Az övcsat közepét az egyik felén bejelölöm, és majd mélyedést alakítok ki, amin szintén egy szeg fog forogni. Itt az övcsathoz való
szeget vágom méretre, és fogom ráhajlítani a csatra. Nagyjából el is készült ez az övcsat. Amire még szükségünk lesz, az egy kalapács, egy szike, egy villa. Ezzel a távolságot fogom bejelölni és mérni, amit ki fogok ilyen kis szegekkel ütni. Azért hoztam többet, mert lehet, hogy elhajlik. Egy mérőeszköz. Ez egy ilyen fúrónak a jelölője. Azzal próbálom majd alakítani, díszíteni a bőrt, és egy kemény felület, amin dolgozunk. Ez egy márványlap, de vágódeszka is teljesen jó, vagy maga az asztal, amin dolgozunk, hogyha nem sajnáljuk. Ezek ugye nem bőrdíszműves eszközök, de nagyjából ezzel is el lehet azt a hatást érni. Ebben a lépésben az övnek a végeit fogom lekerekíteni. Ez az átlagostól egy kicsit eltérő. Pedig kivágom az övcsatnak a helyét. Legalább akkor a részt vágok, hogy szabadon tudjon mozogni bent a szeg. Ebben a lépésben körülbelül 2 cm távolságra az ő középvonalán pontokat jelöltem be, és ezt fúróval kifúrom egyedi méretre. Most van ez a villás megoldás, igazából ez csak azért van, hogy gyorsabban bejelöljem a pontokat, és majd szeggel fogom átütni igazából. Ezt a lépést azért most csinálom, nem a végén, hogy ezzel is be tudom jelölni azt a részt, ahova már díszítést nem rakhatok.
most bújtatónak való bőrt vágtam, amit szintén kiukasztok, és össze is fogok varni. Az övet átcsiszolom, lekerekítem az éleit. Erre is van egy kifejezetten eszközök, de nekem most a csiszolópapír maradt. És igazából nézek internetről mintákat. Próbáltam ilyen magyar népi motivumokat nézni, és azt rajzolom papírra, ennek az egyszerű megoldása a fénymásolás. Amit rajzoltam, azt kivágtam papírra, és a papíron keresztül fogom szikével bevágni a bőrt jelölésképpen. Előtte vizes szivacssal átkenem a bőrt, így sokkal könnyebben fogom megmunkálni. Ilyenkor még csak be van vágva, be van jelölve, még sok minden nem látszik. Ezért fogok a következő lépéssel átmenni rajta még egyszer, ilyenkor már erősen benyomva. Itt szokták igazából kalapálni mindenféle formákkal. Én egyszerűen most csak áthúzogatom a leggé felpuhult a bőr, és ha megszárad, akkor kemény lesz. Próbáltam másik eszközzel, de nem jött be, úgyhogy marad ez a fúró pont jelölő, ami egész jó volt. Ugye látszik a két szélén, hogy vékony szeggel már kiütögettem, így könnyebben fogom majd átvarni az egészet. Alapvetően kettő bőrt akartam összevarni, de rájöttem, hogy elég vastag, úgyhogy csak díszítésképpen lesz a szélén a varrás. Itt most éppen egy rossz minőségű cipőbokszal
kenem át, de mindenképp ajánlok egy jobb minőségűt, és jelenleg szintén csak ez volt itthon. De én is majd később át fogom még kenni. Innéttől ugyanúgy lehet bánni vele, akár egy ostorral, csizmával, bőrcipőkkel, tehát ugyanúgy lehet boxolni, fényezni. A mintákból még nem sok látszik, ezért fogom átfesteni, vagyis ráfesteni. Ebben a lépésben sem egy túl jó anyagot használok. Ez ételfestékpor, amit kevés vízzel keverek össze. Körülbelül 330 forint, ami a 40 liter víz erős megfestéséhez elég, de lehet venni 100 ml bőrfestéket ilyen 4-5000 forintért. Mindenképp azt ajánlom. Bár nem tudom, hogy ez megéri-e. Mi most ezzel csinálom. Mivel ez az első övem, amit készítek, nagy beruházást még nem csináltam hozzá. Itt is akár kétszer át lehet kenni a mintát, hogy jól beszívja a bőr. Ha esetleg pár év múlva lekopna, akkor meg majd újra festem. Ajánlom, ha valaki ilyet csinál, akkor ne jobbról-balra kezdje. Nem tudom, miért úgy kezdtem, ha bele is nyúltam a kezembe. Lehet azért, mert egy rovásírás monogramot csinálok, azért kezdtem el jobbról-balra. Ebben a lépésben odavarrom a bújtatót és az övcsatot is úgy, hogy ne tudjon elmozdulni. Az övet visszahajlítottam és azt fogom együtt összevarni. Ezt egy erősebb madzaggal, a díszítést pedig egy vékonyabbal fogom.
az utolsó lépések következnek. Ez az öv díszítése is már a vége lesz. Itt ajánlom, ha valakinek van egy jó varrógépe, akkor az a kicsit egyszerűbb lesz, de ha van egy szabad órája 24-ből, akkor érdemes kézzel csinálni. A legvégén egy erősebb kefével és egy puhábbal fogok átmenni rajta, és igazából kész is van az őr. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!